Magyar tündérmesék. Varázslatos egyszarvú. Egyszer volt, hol nem volt, egy spanyol kisvárosban élt egy parasztember három fiával, Albertóval, Dominikkal és Pedroval. A földműves megöregedett, és már nem tudott dolgozni. Így hát magához hívatta fiait. Fiaim, alig maradt egy kis pénzem. Nehéz időszak vár még ránk. Azt jósolják, beköszönt a száraz évszak. Azt kérem, menjetek a fővárosba, és keressetek munkát. Igen, apám. Dominikkal korán reggel útra kelünk. És mi lesz a legfiatalabb fiúval, Pedroval? Ekkor a két fivér felnevetett. Apám, valóban azt hiszed, hogy Pedro képes ilyesmire? Miért ne? Én is segíteni akarok a családnak. Ó, hagyjátok abba, nem kell, hogy itt maradjatok. Pedro veletek megy. Ezt parancsolom. Mindhárman elmentek munkát keresni, és egy hónap múlva hazatértek. Ezzel a parasztember visszament a házába. Másnap a három fivér elérte a fővárost, és azon nyomban munkát kerestek. Egy gazdag kereskedő, aki akkor éppen erős munkásokat keresett, azonnal felfogadta őket. Az ajánlatom, segítetek nekem ki is bepakolni zsákokat a gyárban minden nap, és én fizetek nektek fejenként 300 ezüstöt minden hónapban. Ezen felül mindhárman kaptok egy-egy lovat a szállításhoz. A fivérek nagyon megörültek, és azonnal beleegyeztek. Míg Pedro serényen dolgozott, a fivérei csak piszkálták, és Pedro végezte az ő munkájukat is. Este, amikor visszatértek a szobájukba, az idősebb fivérek egy asztalhoz ültek enni, és megbeszélték a napjukat. Míg Pedrónak egyedül kellett ennie a konyhában. Mindez így zajlott egy hónapon át. Majd egy nap a kereskedő szólította a három fivért. Elégedett vagyok a munkátokkal, chicos. Tessék a fizetség! Gracias, señor! Ó, meg ne köszönjétek! Gyertek, mutatok nektek még valamit! A kereskedő az istállóba vezette őket. A fivérek csak ámultak. Na hát, ez azt jelenti, hogy... Sí, a lovaitok, ahogy ígértem. Válasszatok! Alberto és Dominik a legügyesebb lovakat választották. Pedro azonban egy olyat nézett ki, ami kevésbé látszott lónak. Ez itt egy... Egy egyszárvú szí. Az enyém lehet? Ekkor a két bátyja felnevetett. Biztos vagy benne, fiam? Egy ilyen fiatal ember inkább lóra üljön, ne egy szárvúra. Ráadásul ez itt gyenge és törékeny. Azt akarja, hogy úgy nézzen ki, mint ő. Azt akarja, hogy úgy nézzen ki, mint ő. Igen, biztos vagyok benne. Rendben van, akkor elviheted. De ne feledd, néhány hét múlva vissza kell térned. Adios, amigo! Útközben Alberto és Dominik kigúnyolták Pedrót és az egyszarvút. Aztán elugattak. Elmondjuk apának, milyen ostobán döntöttél. Két nap múlva találkozunk! Amint Alberto és Dominik kellően eltávolodtak, Pedro sóhajtott egyet, miközben az egyszarvú ült. Nincs semmi baj. Hű. Még a nevedet sem tudom. Cornél. A nevem Cornél. Ahogy meghallotta, hogy az egyszarvú beszél, Pedro csak nem leesett a hátáról. Mi? Te az előbb be... Nyugi, ártalmatlan vagyok, és varázslatos. Én most álmodom? Nem. Nagyon is ébren vagy, barátom.
És én végre beszélhetek valakivel? Istenem, hogy mennyit vártam és vártam, vártam, hogy valaki végre meghalljon. Várj! Te ugye értesz engem? Hallasz engem? Csodálatos! Mi? Nem érdekes. Beszéljünk sokkal jobb dolgokról. Hány éves vagy? Ne, várj! Mi a kedvenc gyümölcsöd? Nem. Mi a kedvenc évszakod? Az enyém? Hagyd abba! Kezdem azt hinni, oka van annak, hogy az állatok nem tudnak beszélni. Hé, Csikó! Én nem vagyok olyan, mint akármelyik állat. Bennem megvan a hatodik érzék, amit az évek során fejlesztettem ki. És azt most megmondhatom, hogy a fivéreid jó nagy bajba kerülnek majd. Jó nagy B-A-J-B-A. Mi? Jó nagy B-A-J. Tudom, hogy írják. Azt kérdem, milyen baj? Nem mondok semmit, amíg nem mondod azt, hogy barátok vagyunk. Barátok? Ó, remek! Barátok vagyunk, a legjobbak. Örök barátok, öribarik. Mi? Elmondanád, mi van a fivéreimmel? Nagyon gonoszak. Ezt tudom. Azt mondd, milyen bajba kerülnek. Ekkor Cornél elmondta, hogy Alberto és Dominik olyan úton indultak hazafelé, amely két nővérháza mellett vezet. Boszorkányok, akik most épp két gyönyörű lányálcáját vették magukra, hogy elcsábítsák, aztán megöljék a két fivért, és elvegyék lovaikat és a pénzüket. Mindezt a hatodik érzékeddel tudod? Igazából sokszor hallottam, amikor a kereskedő arról az útról beszélt. Úgy nevezi a halálos, rövidebb út. Ó, segítenem kell a bátyáimnak. Kérlek, menjünk! Én nem értem, hogy miért akar segíteni nekik. Olyan gonoszak veled, ahogy a lovak gonoszkodnak velem. Mert a szemet szemért elv miatt megvakulhat a világ. Szemek? Szemek? Most a szemekről beszéljünk? Cornél, segítened kell, amigo. Kérlek. Amigo? Te most azt mondtad nekem, hogy amigo? Igen, amigo. Nem indulhatnánk el végre. Indulni? Úgy érted, hogy repülni? Mi? Öveket becsatolni, amigo. Egy, kettő, három! Közben éppen úgy, ahogy Cornél mondta, Albertot és Dominikot elvarázsolta a két boszorka, akik éppen a tóparti házukban voltak. A fivéreket elkápráztatta szépségük. Szóval, ti testvérek vagytok? Igen, az én nevem Lara, ő pedig a húgom, Nina. Alberto vagyok, ő pedig Dominik. Biztosan éhesek vagytok. Frissítsétek fel magatokat, addig megterítjük az asztalt. Jó! Amikor a fivérek asztalhoz ültek, és épp az ételbe haraptak volna, óriási robajt hallottak kintről. Áú! Bocsánat! Pedro! Minden rendben van. Ez meg ki? Ő egy senki. Csak egyszer találkoztunk vele. Mondtam én, ezekért nem éri meg fáradni. Ne feledd, megvakulhat a világ. Nem, egyáltalán nem. Ő most a lovához beszél? Milyen különös fiú? Milyen különös a ló? Van vele egy kis gond. Most inkább menjünk be. Hé, te! Menj innen! Hess! Bátyám, várj! Ők nem gyönyörű lányok, hanem boszorkák. Pedro elindult a fivérei felé, közben a két boszorkány összenézett. Mi ez a zagybaság? Uram, ez nagyon sértő. Ó, igen! Akkor nézzetek a fivéremre, és mondjátok neki abrakadabra. Ha, te ostoba! Így csak megkönnyíted a dolgunkat. Ekkor a boszorkányoknak egy ötletük támadt. Mondd
csak, bízol bennem? Én... Rendben, akkor most szépen nézd a szemembe. Rendben. Abrakadabra! Abrakadabra! Albertónak és Dominiknak elkerekedett a szeme, aztán egy pillanat alatt békává változtak. Brekeke, 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 brekeke. Ne! Ne! Most pedig rajtad a sor. Nézz szépen mélyen a szemembe. Abrakadabra! Ha? Abra! Kadabra! Mi? Abra? Ka? Jó van, elég lesz. Ne fáradjatok, hölgyek. Nem kell mondogatni, hogy abrakadabra, abrakadabra. Mi? Ez tud beszélni. Igen, sajnos tud. És rajtad miért nem fogott a varázslatunk? Mert én tettem ellene. Most pedig elintézem ezt. Dabraka, abraka, dabraka! Áll. És egy szempillantás alatt... Semmi gond, mesélőhölgy. Ránk bízhatod. Van két békánk és két... hogy is hívják őket? Varangyok. Köszönöm. Mi? Te tudsz varázsolni? Mostanáig jártattam a számot, és erre nem számítottál. Mit gondolsz, honnan tudtam, milyen útra készülnek a fivéreid? De adjuk is, ők a fivéreid, a békák. Kapd fel őket, és menjünk. Mi lesz a boszorkányokkal? Itt hagyjuk őket ilyen állapotban. Ezt nem hiszem el, öregem. Te aggódsz értük? Kornél, a szemed szemért elv. Ó, jól van, értem, elég. Hé, varangyok, vagyis boszik. Vissza fogtok változni gyönyörű fiatal lányokká holnap reggel, és elfelejtitek a boszorkányságot és a gaztetteket. Bum! Kész van! Már szabad? Persze, tiéd a szó. Így hát Pedro és Cornél fogták a békákat, és hazarepültek a parasztember házába. Amint hazaértek, Cornél visszaváltoztatta a fivéreket. Alberto és Dominik rájöttek, milyen cudarú bántak az öccsükkel. Bocsánatot kértek, és átölelték. Nagyon sajnáljuk, öcsém. Kérlek, bocsáss meg. Nagyon sajnáljuk, öcsém. Kérlek, bocsáss meg. Testvérek vagyunk, és vigyázunk egymásra. Ami volt, elmúlt. És persze, apának ne is említsük meg, hogy mi történt. Rendben van, öcsém. Rendben van, öcsém! A parasztember nagyon örült, hogy újra látja a fiait. Főleg annak, hogy a fiúk kibékültek. A három fivér boldogan élt együtt, míg apjuk a házban maradt és kertészkedett. És ami Cornélt illeti... Ne feledjétek! A szemed szemért elv miatt az egész világ megvakulhat. És ez mégis mit jelent? Gőzöm sincs, nem is sejtem.